Kedves nézőink, hétfőn nagy sikerű rendhagyó énekórákat tartott városunkban a Muzsikás Együttes. Most erről láthatnak egy összeállítást. Rendhagyó énekórára várták a Muzsikás Együttes tagjai hétfőn délelőtt a Szabadidőközpont koncerttermében az iskolás gyerekeket. Mit kell tudni erről a rendhagyó énekóráról? Mindenek előtt örülök, hogy itt vagyunk Ajkán, a gyerekeknek, a kicsiknek és a nagyoknak. Még óvodások is voltak, bár nem szoktak azért ezen lenni, ezen a rendhagyó énekórán, amit egyébként köszönet neki a MOL támogat, még gimnazisták is lesznek. Ez egy évek óta futó programja a Muzsikás Együttesnek, 10 éve körülbelül, talán már egy kicsit több is, nagyon sok iskolába, több mint 400 iskolába eljutottunk ez idő alatt. Mi történik itt? Hát ez egy különös énekóra, ahol pontosan azt a muzsikát mutatjuk be, amit a magyar falu őrizett meg. Tehát sor kerül különféle táncok zenéjére, az, hogy mit muzsikáltak a lakodalmakba, vagy épp a keresztelőkor, hangszerek. Szép hangszerek jönnek sorba úgy, hogy a gyerekek figyelmét leköti a korosztálynak megfelelően, mesélve róluk. Néha mesélve még a szokásokról is, társaszokásokról. Énekelünk közösen, ami nagy szó, gyakran mondják az énektanárnők, vagy az igazgatók, hogy hát bizony itt nálunk, Ez nem fog menni. Na aztán 20 perc múlva zeng az egész terem. Igen, alapvetően szeretnek a gyerekek énekelni, szükség is van rá. Nem véletlen, hogy minden népnek megvan a saját maga zenéje, vigyáznunk kell a saját miénkre, az a mi dolgunk, és ezzel egy egészségesebb, egyenesebb, gerincű, új fiatalság tudhat felnőni, aki tud közösen is énekelni, aki tud a másikra figyelni. Hát micsoda nagy dolog, mikor együtt énekelnek emberek, hogy egyrészt éneklem a magamét, másrészt az figyelek arra, hogy a többiek hol is tartanak. És ez a koncentrálás, ez a figyelés, és a zene által kiváltott különleges agyi állapot együtt, ez nagyon alkalmassá tesz arra, hogy más tárgyakban is jobban teljesítsünk. Érdemes megfigyelni, hogy a zenei általánosokban nem csak az éneklés jó, vagy a zenélés, hanem a matematika is, a fizika, vagy egyébek, sőt még a torna is, hiszen a lélegzés, a ritmus, ezek mind-mind összefüggenek. Mi volt az, ami az együttes tagjait elindította ezen a 10 éves hosszú úton, hiszen a Muzsikás Együttes a világ számos színpadán szerepel, gondolom, hogy a felkérésekben válogathatnak. Mi az, ami mégis az iskolás gyerekekhez vonza önöket, és a gyermekek számára tartanak, ha nem is koncertet, hanem rendkívüli énekórát? Ez így van. Minden évben sok felé elutazunk. Most napokban megyünk majd Spanyolországba, Törökországba, szóval sok felé járunk állandóan, akkor is, most is, de úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy idehaza a fiatalság úgy nőjön föl, hogy a zenének az előnyeit azt ő maga is megtapasztalja, élvezze. Na most ehhez jó iskolák kellenek. Én szerencsés voltam, mert én zenei általánosba jártam a Lalántffy zeneibe, 5 énekóránk volt egy héten. Most amikor meghallottam azt, hogy egy énekóra van általában az iskolákban, hát én elszörnyedtem, mert egy énekóra az semmire nem elég, pláne most képzeljük, hogy egyszer elmarad, akkor már 2 hétig, ez nem jó. És akkor gondoltam el,
hogy ha egy énekkora van, biztos, hogy a magyar népzene kimarad belőle, pedig az a legtermészetesebben közösen használható anyag, nem beszélve, hogy ezek a dallamok hamar elvezetnek Kodály és Bartók művének a megértéséhez. Vagyis a 20. század modern magyar zenéjéhez kell, hogy ezeket ismerjük, nagyon szerencsés, ha ismerjük. Na, akkor az egyik próbán mondtam, hogy hát gyerekek, ez így nem jó, menjünk el. Abban a pillanatban mindenki elvállalta. Úgy, hogy tudtuk, hogy ezért pénzt nem lehet kérni, nem is kérünk, nem is akarunk, hiszen az iskoláknak nincs pénze. Tehát ingyen kell, önkéntesen felajánlva. Így is történt, és már vagy 2-3 év óta jártuk így Budapesten az iskolákat, amikor egyszer egy fiatalos ember odajött egy koncertünk után, mindent kérdezett, és amikor az iskolákról beszéltem neki, azt mondja, hogy itt a névjegyem, akkor ezen majd hívjál föl engem, vagy adok egy másikat, ezt az emberemet hív föl, és majd csinálunk valamit. Na hát ő volt a MOL-nak a vezérigazgatója, és akkor valóban föl is hívtam, és egy idő múlva létrejött egy támogatási egyesség, és így most már nem csak Budapesten tudunk elmenni az iskolákba, hanem az országba mindenhol, és például így tudtunk eljönni ide Ajkára is. Összegyűlnek egy helyen, és indulnak végestelen végig az utcán, és közben csúlyogatnak, és aztán bekapcsolódnak, akik kim vannak a kertekben, azok is a zenére, a csúlyogatásra összegyűlnek, és hallják, ők is bekapcsolnak, kapnak egy kis süteményt, kapnak egy kis indulat. Járd ki lábam, járd ki most! Járd ki lábam, járd ki most! Nem parancsol, nem parancsol senki most! Jobbik lábam, jobbik lábam, jól vigyázz! Mert a balog, mert a balog meggyaláz! Picikét, hogyha belemegyünk a szakmába, engem nagyon foglalkoztat az a kérdés. Mindannyian óvodában és általános iskola alsó tagozatában tanítják a gyerekeket énekekre, dalocskákra, gyermekdalokra. Általános iskolában is ugye a gyerekek találkoznak népdalokkal, népzenével, tehát valahol természetesnek kéne, hogy legyen, hogy ismerjük ezeket. Aztán valahogy középiskolában ez a dolog elhalványul, és a középiskolások azt gondolják, hogy ők már kiforrott zenei ízléssel rendelkeznek, és még sincs ennek a népzenének egy olyan támogatottsága, amit azt gondolom, hogy azért más népeknél meg lehet figyelni. Valahol valaki elront valamit, vagy mi lehet ennek az oka? Szakmai szemmel, füllel, ésszel, hogy gondolja ezt? Igen. Én azt gondolom, hogy máshol sincs azért úgy igazán megoldva, ahol megvan oldva, például az angoloknál, hogy sok évszázados olyan egyházi gyakorlat van, hogy hétről hétre több szólamban énekelnek, hát így lehetett a Beatles vagy a Rolling Stones, olyan nagyszerű énekes, vokális zenekar együttes. Nálunk is van ennek hagyománya az egyházakban is, különösen a lakodalmak terén ott maradt még meg az éneklés, de valójában élményt adó módon ritkán kerül elő, mert ez az egy óra nem elegendő. Most egy olyan kezdeményezést indítottam, hogy daloló iskolák, ez azt jelenti, hogy 5 percet énekelni minden nap. A Köbölkuti iskolában van ez Budapesten, már ott elindítottuk, hogy reggelenként 5 percet, de nem többet, csak ennyit. Egy hétig ugyanazt a 3 dalt, 2-3 verszakkal, és pénteken, utolsó nap, akkor pedig összegyűlünk, és együtt énekelünk. Na most egyelőre csak az alsósok vannak, de már ez alatt a pár hónap alatt hihetetlen fejlődés lett azért, mert valójában a gátlást vetkőzik le. Magyarok nem azért nem énekelnek, mert nem tehetségesek az énekben, tehetségesek, ugyanolyanok, mint más, sőt, sokszor még zenében még jobbak is vagyunk, hanem van egy gátlás bennünk. Felnőttek, férfiak nem nagyon énekelnek. Szóval, na most ezt a gátlást ezt lehet feloldani, és ez önmagában már hihetetlen erőt ad, úgyhogy ajánlom tisztelettel minden iskolának szabadon és díjmentesen, hogy minden nap egy 5 perces énekléssel kezdeni a napot, hihetetlen eredményekre vezet. Térjünk egy kicsit vissza a mostani koncertre. Mik azok a
hagyományos és kevésbé ismert hangszerek, amik itt a mai koncerten, a mai rendhagyó énekórán megszólalnak? Lesz tambura. Tambura az a délszlávokkal jött Magyarországra, és elterjedt. Annyira, hogy Petőfi öccse is tamburázott, hogy tamburát találtunk, hát főleg a Duna mellett, de elterjedt az Alföldön is, sokfelé Dunántúlon is. Aztán most visszaszorult, de megmaradt egy nagyon érdekes dolog, hogy a vonósokkal együtt, vonósoknál ott maradt egy szóló. Itt is így történik. Aztán lesz gyímesi ütőgardom. Ez a világon csak egyetlen egy helyen van meg, a gyímesi magyaroknál, az ottani völgyekben, a hegedűt kísérő hangszerként. Valójában ez gardon, tehát cselló formájú, de nem vonós, hanem ütős. Aztán nagyon érdekes, a furuják közül az, ami itt látható, ez a hosszú furuja, nem közönséges, nem olyan, amit megszoktunk, hogy ekkora volna, hanem hosszú, olyan hosszú, mint a pásztornak a karja. Gyönyörű, szép mély hangja van, különlegessége, hogy nem csak a furuja hangot halljuk, hanem közben dúdol a pásztor. És hogy dúdol, ez a dúdolás hang, meg a furuja hang összekeveredik, és együtt ad valami nagyon-nagyon különös hangzást. Valóban egy olyan zsongító, hihetetlen nagy távlatokat, mint hogyha sok-sok száz évet hallanánk, és nem is tévedünk, mert olyan dallamaink is vannak, amik 1500 év óta kísérik a magyarságot, és ezen a hosszú furuján is például ilyet hallhatunk. Ilyen dalt énekelünk is közösen. Sőt, még csúlyogatunk is a végén, ahogy a táncban azt kell, hangosan együtt. Yeah.